Védettségi igazolvány nélkül is részt lehet venni a gimnáziumok szakképző intézmények ballagásain, a kormány legújabb rendelete szerint. Bár azért van néhány korlátozás, amit be kell tartani. A ballagáson a meghívottak életkortól és a koronavírus elleni védettségtől függetlenül részt vehetnek. Annyi a megkötés, hogy ők az iskola zárt részeiben nem tartózkodhatnak. A rendelet szerint az iskola igazgatója dönt a ballagáson érvényes magatartási szabályokról, a belépés rendjéről és arról, hogy egy ballagó hány embert hívhat meg a szabadtéri ünnepségre. A meghívottak, valamint a ballagási rendezvény résztvevői számára kötelező a maszkviselés. A ballagások minden intézmény életében nagyon fontos rendezvények, nem csak a tanulói ifjúság, hanem a szülők, hozzátartozók, és hát természetesen a pedagógusok is ezt nagyon várják. A tavalyi évben ezek elmaradtak, őszinte örömünkre szolgál az, hogy ezek megtartásra kerülhetnek. Természetesen a kormányrendeletben előírtak szerint, tehát nyitott téren. Ez különösen a vidéki iskoláknál az égvilágon semmilyen problémát nem jelent, hiszen általában hatalmas zöld területtel rendelkeznek, tehát ennek nincsen akadálya. Egyetlen gond lehet, ha esetlegesen egy olyan időjárási helyzet áll elő, ami ezt meghiúsíthatja. Nagyon fontos az előírásokra természetesen továbbra is vigyáznunk. Döntött a kormány arról is, hogy a középiskola utolsó évfolyamát az idei tanévben befejezőknek szóbeli pótvizsgát kell szervezni, ha az írásbeli vizsgán vagy a gyakorlati vizsgán neki fel nem róható okokból nem tudott részt venni.